Az utolsó simítások zajlanak. Hamarosan elkészül az elmúlt évek legjelentősebb ivóvízhálózat felújítása Szekszárdon. Az elmúlt hónapokban a Mérei, a Babics, az Előhegy és az Akácfa utcákban több ezer méter, még az 50-es, 60-as években lerakott és számos alkalommal meghibásodó ivóvízvezetékeket cserélték ki. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, hogy a vezetékek teljes mértékben elkészültek, és a kötelező vízminőség ellenőrzések is megtörténtek. A délelőtt folyamán a hivatal szakemberei felmérték még azokat az apró hiányosságokat, amit még itt a kivitelezőnek nagyon-nagyon rövid időn belül el kell végezni, de úgy látjuk, hogy tartható a határidő, és minden rendben lesz. Napokon belül az autó, illetve buszforgalom számára is elérhetőek lesznek a felújított utcák. A hétvégére a személyi gépkocsi forgalom előtt is meg lesznek nyitva az utcák. Az autóbusz közlekedés meg hétfő reggeltől áll vissza a régi eredeti rendjébe, és akkor zavartalanul tudnak közlekedni most már az itt lakók a környéken. A munkaterületeket március 26-án adták át. A fejlesztések lebonyolításához 90 nap áll a kivitelezők rendelkezésére. Az alpolgármester meglátása szerint minden elkészül időben. A 180 millió forintos beruházásnak köszönhetően több mint 8000 szekszárdi lakos ivóvíz ellátása vált biztonságosabbá.